A Nemzeti Tehetségprogram keretében Állatvilág, de jó világ, világ állatai vizuális technikákon keresztül című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 19 óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP kötőjel OTKP kötőjel 18 kötőjel 0116 pályázati azonosító számon szereplő Állatvilág, de jó világ, világ állatai vizuális technikákon keresztül elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 19-es számú óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 590 ezer forint. A pályázati programban az óvoda Varázskezek kézműves tehetségműhelye vett részt 9 gyermekkel, Mándi Katalin tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja az állatfajokkal való ismerkedés a vizuális kultúra világán keresztül, sokféle anyaggal, eszközzel, technikával. A tehetség ígéretes gyerekek számára a képi kifejező tevékenység inspiráló körülményeinek megteremtése, gazdag élmények és alkotó légkör biztosításával. A projekt során 6 fő témakörön belül ismerkedtek meg a gyermekek a világ állataival vizuális technikákon keresztül. Háziállatok természetkincseiből színes repülő állatokat hajtogattak, modern technikával a szavannák állatai között, fessünk ecset nélkül ragadozó állatokat, krétás vízi állatok, fonal állatkák. Az élményszerző és lazító programokon a gyermekek megismerték az ember felelősségét a természetvédelemben. A karcagi kunlovarda háziállatait és különleges állatait élőhelyükön figyelhették meg a gyermekek. Kutya ügyességi bemutató keretében a kutya és az ember bensőséges kapcsolatát fedezhették fel a műhely tagjai. Jártunk Vámosi István hobbi díszmadár állattartónál, ahol a madarakat tekintettük meg. A Dériné Kulturális Központban hüllőkiállítást tekintettünk meg. Poroszlóra a Tiszatavi Ökocentrumba autóbuszos kirándulást szerveztünk családok bevonásával. Megismerkedhettünk a Tiszató vízinövény és állatvilágával, megtekintettük a minizút, csónakáztunk a Tiszatavon.